Gulliver utazásai. Gulliver az angliai Nottinghamshire-ben született. A szülei szerény körülmények között éltek, és örültek a fiú érkezésének. Azt szerették volna, ha gyermekükből sebész lesz. Azonban Gulliver utazással álmodozott, hogy felfedezi a tengereket. Bár csak átszelhetnék tengereket, és felfedezhetnék olyan területeket, ahol még senki sem járt. De mivel ezen a téren nem akadt segítsége, megfogadta szülei tanácsát és sebésznek tanult. És Anglia egyik legjobb orvosa lett. Lelkiismeretesen törődött a betegeivel, kedvesen bánt velük. Azonban a szíve és a lelke mindig is a tengerhez húzott. Gyakran morfondírozott azon, hogy vajon vízre szállhat-e valaha. Teltek az évek. Gulliver megnősült, és született két gyereke. Odaadó édesapa és szerető férj volt. De még mindig valóra akarta váltani álmát. Drágám, mi nyomja a szívedet? Szomorúnak tűnsz. Felajánlották, hogy legyek az egyik hajó kapitánya. El akarom fogadni, de aggódom miattad és a gyerekek miatt. Mindig hallgass a szívedre. Ha a hajózás tesz boldoggá, akkor el kell fogadnod. De ígérd meg, hogy mindig épségben visszatérsz hozzánk. Köszönöm, drágám. Gulliver búcsút intett a családjának, és elindult a déli tengerek felé. Úgy érezte, ő a legboldogabb a világon. De ekkor még fogalma sem volt a ráváró kihívásokról. Aznap este vihar tombolt a tengeren. A hullámok dühösen csaptak fel, és víz lepte el a fedélzetet. A hajó pillanatok alatt roncsá vált, és elsüllyedt. Gulliver látta, hogy nagyon sokat kell úsznia ahhoz, hogy megmeneküljön. És amikor egy óriási hullám mélyen a víz alá nyomta, azt hitte, hogy vége az életének. Szerencsére ezzel nem ért véget az élete. A víz partra mosta egy szigeten. Nagyon mélyen aludt. Amikor kinyitotta a szemét, érzett valamit a hátán. De túl fáradt volt ahhoz, hogy felkeljen. Eltelt egy kis idő, mire Gulliver végre magához tért. Annyira fáradt vagyok. Micsoda? Miért vagyok lekötve a homokba? A hajam! Ahogy Gulliver lenézett, rémülten látta, hogy egy olyan picike ember, mint a kis ujja, az arca felé tart. Még mindig nem értette. Meghaltam. A mennyben miért ilyen kicsik az emberek? Óriás! Mit keresel te itt a Liliputiak szigetén? Fel akarsz falni minket? Tessék, dehogy! Meg akarod kaparintani a szigetünket? Milyen szigetet? A Liliputiak szigetét! Várj, ezt már mondtam neked. Talán Blefuscu küldött. Milyen kú? Óriás! Ismertesd a szándékaidat! Az én nevem Gulliver, nem óriás. És nagyon fáradt vagyok. Azt sem tudom, hogyan kerültem ide. Az utolsó, amire emlékszem, hogy hajótörést szenvedtem az óceánon, és vízbe pottyantam. A katona érezte, hogy Gulliver nem hazudik. Elvisszük az óriást a városba, és majd a király dönt a sorsáról. 300 lóra volt szükség, hogy a király elé szállítsák azon a szerkezeten, amit építettek. Gullivert keresztül vitték a városon, ahol alig akart hinni a szemének. Ez csak a Liliputiak szigete lehet. És úgy néznek rám, mintha kilógnék a sorból. Nagyon furcsa. Ha valakit másnak látsz, mint magadat, akkor bizonyára ő is másnak lát téged. Tapasztalat. Felség! Ez az ember azt állítja, hogy nem akar ártani nekünk. Azt mondja, hogy hajótörést szenvedett a hatalmas vizeken, és most nem tudja, hogy hol van. Akkor sem bízhatunk benne. Fenyegetést jelent számunkra. Mi van, ha Blefuscu küldte, hogy felfaljon bennünket?
A felség nem is ismeri Blefuscut. Azt mondta rá, hogy cool. Mondd csak, Redressal, szerinted bízhatunk benne? Rémültnek és zavarodottnak tűnik, felség. És elvégre ő most a vendégünk. Adjunk neki egy esélyt, hogy bebizonyítsa. A király felmászott Gulliverre. Óvatosan közelített az óriási arcú óriáshoz. Ő lehet a király. Kedvesnek kell lennem vele. Őszinte tiszteletem Angliából, felség. Az én nevem Gulliver. Számtalan távoli vidéket láttam már, felség, de kétségtelenül a te birodalmad a legeslegszebb sziget, ahol valaha is jártam. Ez itt a Liliputiak szigete. Lehet, hogy kicsinek tűnünk neked, Gulliver, de mind nagy harcosok vagyunk. Élek a Liliputiak! Ebben nem is kételkedtem, felség. De a nagy harcosoknak nagy szívük is van. Remélem, hogy a nagy szívek birodalma esélyt ad nekem, hogy bizonyítsam őszintességemet azoknak, akik vendégül látnak. Az egész város figyel. Nem hozhatok elhamarkodott döntést. Az óriás a vendégünk! Ennél fogva tisztelettel bánjatok vele! De Liliput biztonsága érdekében békjó korlátozza a mozgását, amíg nem tudunk többet arról az idegenföldről, ahonnan származik. A nép üdvözölte a király döntését, és Gulliver megkönnyebbült. Egy romos templomban szállásolták el, nem messze a várostól. Ez volt az egyetlen hely, ahol elfért. Egy békjút tettek a jobb lábára, hogy nehezítse a járását. Egyébként a liliputiak jól bántak az óriás vendéggel. Minden nap szabályos menet jelent meg nála étellel teli szekerekkel. Új ruhákat is kapott, amit temérdek anyagból vartak össze. Nap mint nap csoportokban látogatták, hogy beszélgessenek vele. Gulliver érdekes dolgokat mesélt, és megnevettette őket. Egyenként felvette őket a tenyerébe, és onnan élvezhették a kilátást. Aztán nagy esemény készülődött a városban. A liliputiak sorjában mentek végig egy magasba kifeszített kötélen. De nagyon féltek. Gulliver nem értette, hogy mi történik. Meg is kérdezte a királyt. Mi liliputiak bátrak és merészek vagyunk. Aminek most tanúja vagy, ó hatalmas Gulliver, az a bátorság és a hűség próbája. Aki pedig kiállja a próbát, az lesz az új hadügyminiszter! De felség, ez veszélyesnek tűnik. A kötél nagyon magasan van, és ha leesnek, csúnyán megsérülhetnek, vagy kitörhetik a nyakukat. Fontosabb lenne neked a hűségük, mint az életük. De a liliputiak bátrak és büszkék, és... Én így szoktam próbára tenni a bátorságukat. Gulliver gondolkodott egy kicsit, majd Redressaltól kért egy kötelet. Redressal örömmel segített, ő sem szerette ezt a versenyt. Gulliver darabokra tépte a kötelet és biztonsági hálót font belőle, majd felerősítette a tornyok közé, a kötél alá. Tessék! Ezentúl a liliputiak anélkül vághatnak neki a próbatételnek, hogy az életüket kockáztatnák, és biztosan lesz új hadügyminiszteretek. A nép éjjenezte Gulliver újítását. Jutalmul a király úgy döntött, hogy leveteti a lábáról a békjót. Gulliver végre szabadon járhatott a szigeten. Nagyon boldog volt. Telt múlt az idő, és elnyerte a liliputiak bizalmát. A király kikérte a tanácsát a legfontosabb ügyekben is. Gulliver egyre többet tudott a rivális Blefuscu szigetéről. Liliput és Blefuscu régóta áldáz ellenségek voltak. Gulliver nagy érdeklődéssel hallgatta a történeteket. Egy nap sürgősen hívatták Gullivert a palotába.
Gulliver, segítened kell! Blefuscu azonnal meg akar minket támadni! Gulliver a partra rohant, és látta, hogy hajóflotta közeleg Lilliput felé. Felfegyverzett hajók voltak. Ennek a fele sem tréfa. Megindult a hajók felé egy kötéllel. A blefuscuiak megijedtek Gulliver láttán. Ez meg mi? És hogy lehet ilyen nagy? Támadás! Adjátok abba! Hatástalan! Vissza! Vissza! Gulliver összekötötte a hajókat a kötéllel, és a vállára vette úgy, mint egy zsákot. Lilliput partjára húzta a hajókat. A nép ismételten Gulliver dicsőítette. Megmentette az életüket. Nagyon ügyes voltál, Gulliver! De ne állj meg itt! Hozd ide nekem Blefuscu összes hajóját! Semmi ne maradjon a hadseregéből, hogy többé ne háborúzhassanak velünk! Bocsáss meg, felség, de ez nem igazságos. Szükségük van hadseregre, hogy megvédjék magukat, ha őket támadnák meg. Idehoztam az összes hajót, amivel ellened jöttek. A többi hajó Blefuscu partjainál van. Onnan már nem vehetem el. A királyt felbosszantotta, hogy Gulliver nem teljesíti a parancsát. Néhány nap múlva Redressal meglátogatta Gullivert. Gulliver, jól figyelj rám! Szervusz, Redressal, de miért suttogsz? Nem tudhatják meg, hogy itt vagyok. Át kell adnom neked egy fontos üzenetet. Hallottam, amikor a király szóba hozott téged a tanácsban. Nincsenek jó véleménnyel rólad. Na de miért? Azért, mert nem engedelmeskedtél a király parancsának, és nem hoztad ide az összes hajót Blefuscuról. Figyelj, Gulliver, azonnal el kell hagynod Lilliputot. Itt többé nem biztonságos számodra. De hová menjek? Talán Blefuscura. Hallottam, amikor az egyik elfogott hajó kapitánya azt mondta, hogy megírja Blefuscu királyának, hogy te milyen jó és igazságos vagy. Kérd meg őket, hogy építsenek egy csónakot neked az útra. Még mindig az ellenségeink, de te a barátom vagy, és aggódom érted. Köszönöm, Redressal. Akkor azonnal indulnom kell. Soha nem felejtelek el, kis barátom. Én sem felejtelek el soha, kedves óriás Gulliver. Gulliver azonnal elindult Blefuscura. A neki derékig érő tengervízben egyszerűen csak átsétált. Látta, hogy a király a parton áll az egész hadseregével. Bizonyára látták, hogy jövök. Miért nem támadtak meg? Felség, nem háborúzni akarok. Az én nevem Gulliver, és azért jöttem, hogy a segítségedet kérjem. Természetesen. Megmentetted a hajóinkat és az embereinket. Köszönettel tartozom, Gulliver. Remélem, hogy hívhatlak így. Ahogy óhajtott, felség. Gulliver mostantól szigetünk vendége. Másnap reggel Gulliver a sziget partjainál állt. Észrevette, hogy valami lebeg a vízben. Csak nem egy csónak. Rohant a királyhoz, aki a parancsnokával azonnal legalább egy tucat hajót küldetett oda, hogy a partra húzzák a csónakot. Aztán az emberei segítségével elkezdték újjáépíteni. A király megígérte, hogy mindent megkap, amit kér. Gulliver nagyon örült. Végre hazamehet, és újra láthatja a családját. Egy hét betelt újjáépíteni a csónakot. Erős volt, és pont elég nagy Gullivernek. A király parancsára ivóvízzel, gyümölcsökkel és jószágokkal rakták meg a csónakot az útra. Örökké hálás leszek emberségedért, felség. Nagyszerű fiatal ember vagy, Gulliver. Mi sem felejtünk el téged soha. Jó utat, barátom! Gulliver búcsút vett a Blefuscuiaktól. Bőven lesz mit mesélnie a gyerekeknek. Ahogy hazaérkezett, szorosan magához ölelte a feleségét és a gyerekeit. 1702. április 24-én kötött ki Nottinghamshire-ben.